Volt világos éjszakán, miről álmodik a lány? Te miről álmodsz? Sziasztok, Anna vagyok, és üdv a Bella Grönt magazin YouTube csatornáján. A mai vlogban a továbbtanulásról és a pályaválasztásról fogunk tovább beszélgetni, ahogyan megígértem, ma a jövőképről lesz szó. Lehet, hogy úgy vagy, hogy hát jövőkép, hát pont az a kérdés, hogy egyáltalán mit csináljak a jövőben. De igenis a jövődnek az eldöntéséhez a jövőképed az elég fontos dolog tud lenni. Két dologról lesz ma szó. Az első az az, hogy tudnod kell az, hogy miről álmodsz. Egy kicsit tudnod kell elképzelni, megállni és végig gondolni, hogy mi az a jövő, amit te magad előtt látsz, hogyha 5, 10 vagy 20 év múlva magad elé gondolsz. És ugye persze ez nagyon függ magától, attól a szakmától vagy hivatástól, amit ugye választasz, viszont pont emiatt, hogy ez erősen befolyásolja az életmódodat, emiatt vannak olyan dolgok, amiket igenis nagyon át kell gondolnod, hogy azért te mégis milyen vágyaid vannak, és akkor ez hogyan befolyásolná az a szakma, amit te választasz. Hadd mondjak néhány példát. Például ugye ott van az, hogy a helyszín. Akár az, hogy külföldre akarsz-e dolgozni, másrészt pedig így az országon belül is lehet olyan szintere annak a munkavégzésnek, ami befolyásolhatja a döntésedet. Például mondjuk gondolok arra, hogyha valami olyan szakmát választasz, amivel mondjuk két cég foglalkozik Magyarországon, akkor mondjuk lehet, hogy ez ugye megkívánja azt, hogy te oda költöz, míg te az ország másik felében laktál eddig, és hogy te azt meg akarod-e hozni azt az áldozatot, vagy sem. Vagy akár az, hogy a te munkáddal elsősorban városban lehet dolgozni, vagy városban vannak olyan cégek, de te mondjuk vidéken akarsz élni, vagy meghatározott vidéken élsz már, és ott maradnál a családod közelében. Tehát ezek mind olyan szempontok, amiket persze időközben is meg lehet változtatni, meg időközben is alakul benned az, hogy mégis mit képzelsz el magadnak, de azért már most érdemes ezeket átgondolni. Például nálam ez egy szempont volt, hogy gyógyszerészként, gyógyszertárban tudok vidéken dolgozni, és ez tök jó. A második ilyen terület, amit érdemes átgondolni, ez ugye pont a család. Mert ugye nem mindegy, akár most ugye a család mérete, hogy mondjuk egy gyerek mellé, még lehet, hogy sok mindenbe fér, de mondjuk ha négy gyerekkel tervezel, vagy sok időt akarsz a családdal tölteni, megvan, hogy milyen ilyen családi életet képzelsz el magatoknak, akkor az mondjuk abszolút befolyásolhatja azt, hogy vállod-e azt a szakmát, vagy sem. Persze tudom, ez megint ilyen nagyon extrának tűnik, hogy most itt 16 évesen fontolgassam, hogy hát hány gyerekem lesz, mert hát ugye ez nem is az én kezemben van, mert ki tudja, meg majd alakul még. De ugye mégis, hogyha vannak kifejezett vágyaid és elképzeléseid ezen a területen, akkor azért ez igenis egy nagyon fontos szempont tud lenni. Például, hogyha anyuka szeretnél lenni, akkor mondjuk lehet, hogy vannak olyan munkák, amikkel nagyon sok utazgatással járnak, és keveset tudsz otthon lenni, vagy mondjuk ügyelettel járnak, ugye egészségügyi is munkák, és megint keveset tudsz otthon lenni, vagy ünnepekkor nem tudsz otthon lenni, vagy hasonlók, hogy ezeket az áldozatokat meg akarod-e hozni. Tehát én például ugye nem véletlenül nem lettem orvos, de férfiként ugye a látványtartásra készülsz, akkor megint az, hogy neked mennyire fontos az, mennyire olyan munkád lesz, amit otthonról is tudsz végezni, vagy amit nem tudsz otthonról végezni, de attól függetlenül 8 óra után haza tudsz menni. Azért számít, hogy te most itthon képzeled el szépen nyugodt, letelepedett családi életet, ahol mellette dolgozni jártok, vagy azt képzeled el, hogy 30 éves korodig a pároddal beutazzátok a világot, és aztán utána még a gyereketeket is viszitek mindenhová, és direkt ilyen mozgalmas, pörkős, tervezős életet képzelsz el. Ugye ezek teljesen más életek, és teljesen jó. Az a lényeg, hogy tudd, hogy mi az, amiről te álmodsz, és mi az, ami ugye az a szakma követel. Persze egy szakmán belül is lehetnek ugye ilyen területek, ugye, hogy milyen irányzatában, milyen ágazatában dolgozol, azokon belül is lehetnek ilyen választási lehetőségek, hogy egy mozgékony életmódot folytatsz, meg egy otthon levő életmódot folytatsz, és ugyanarról a szakmáról van szó. A harmadik ilyen szempont pedig még a nyilván azért az anyagiak, mert hát az is számít, főleg talán, hogy mondjuk férfiként, családfenntartóként gondolkozol. Nyilván ezek azért nem a te kezedben vannak, meg a fizetések is nem tudja az ember, hogy hogyan fognak alakulni, meg milyen helyen fogsz dolgozni, meg az úr kezében van az, hogy milyen lehetőséget tár eléd a jövő során, de az anyagiak is tud szintén egy fontos szempont lenni. Tehát állj meg egy kicsit, gondold át, hogy milyen életet képzelsz el magadnak mégis, hogyha egyáltalán elképzelsz valamilyen életet, vagy ha nem, akkor ezekben a kérdésekben mégis mi az, ami fontos számodra, mi az, amit hozol magaddal otthonról, amit láttál otthon, és ez minta neked, mert sokszor az is nagyon befolyásolja azt, hogy ezeken a területeken hogyan gondolkozunk, hogy pont azt szeretnénk csinálni, vagy pont azt nem szeretnénk csinálni, amit láttunk otthon. Tehát azért így ugye ezek alapján a jövőképednek az átgondolása az nagyon hasznos tud lenni így a jövődről való döntés során. A második dolog pedig a jövőképpel kapcsolatosan az az, hogy nyilván azért ez a döntés valamilyen szinten te kezedben van, te hozod meg, hogy ugye hova adod be a jelentkezésedet, meg ilyenek. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy te írod a jövődet,
viszont jó esetben a toll vége az Úr kezében van. Úgyhogy sok mindent rá tudsz bízni, és ne egyedül hozd meg ezt a döntést. Akár szakmát választasz, akár munkahelyen gondolkozol, mindenképpen Isten vont bele aktívan a folyamatban, mert ugye ő adja majd neked ezeket a lehetőségeket. Ugye ez valahol egy titok szerintem, hogy hogyan működik Istennek a terve ilyen szempontból, hogy most nekünk meg van határozva az, hogy mit tudom én, milyen szakmában kell dolgozzunk, és nem abban dolgoztunk, akkor ezt most ezzel elrontottuk, nem hiszem, hogy így működik. Van egyfajta döntési szabadságunk abszolút, de ugyanakkor van mégis egyfajta vezetésünk szerintem, hogyha ezt kérjük, akkor megkaphatjuk azt, hogy tényleg mi az, amilyen képességeink nekünk vannak, mik azok az ajándékok, amik nekünk vannak, és azt hogyan tudjuk jól használni, és az Úr milyen területen látna minket szívesen, hol adott nekünk feladatot. Úgyhogy eznek a kiderítéséhez nagyon fontos Istent belevonni a folyamatba, úgyhogy imádkozz sokat ezért a dologért. Tehát így összefoglalva gondolnád, hogy mit vársz a jövőtől, milyen jövőképed van, akár lakhatás, akár család, akár anyagiak szempontjából, és imádkozz és kérj vezetést, és békességet abban a döntésben, amit meghozol. Remélem, hogy meg is fogod ezt kapni, és remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, illetve küldjétek tovább barátaitoknak is, hogy ők is láthassák, és legyen nagyon szép hetetek, sziasztok! Ó, álmodozás! Álmodozás az élet megrontója! Na szóval... Akkor... Két fontos dologról lesz ma szó. Akár anyagnyilag, akár...